Ezen a borongós téli estén remélem, hogy minden munkatársammal sikerül majd önöknek szép perceket szerezni az elkövetkezendő 2-2 és fél órában. Jó estét kívánok, köszöntöm a Tatai Televízió nézőit. Jó magam egy kicsit megfázva és berekedve ugyan, de remélem, hogy együtt tudok majd önökkel szórakozni, hiszen lesz az első fél órában telefonos játék is, és izgulunk majd a két játékosért, a két versenyzőért. A telefonos játék ma este Torpedó lesz, és már is megvan az a két játékos, aki majd ma este játszik. Az első fél órában egy tudósítást láthatnak a Keresztény Hét egyik kiállításáról, majd stúdió vendégünk lesz udvartartásával együtt, első Károly király, többet majd részletesen az elkövetkezendőkben, és körülbelül 19 óra 23 perckor ellátogatunk majd egy mintagazdaságba, egy tangazdaságba, melynek tulajdonosa a Jávorka Sándor mezőgazdasági szakközépiskola. 19 óra 30 perckor kapcsoljuk a Magyar Televízió 1-es csatornáját, és ezután 8 órától kezdődik magazinműsorunk, amelyben először a testületi összefoglalót sugározzuk önöknek. Ezután egy közéleti beszélgetésről adunk majd tudósítás, mely szintén a Keresztény Hét rendezvénysorozatán belül került megrendezésre neves közéleti személyiségekkel. Ezután két rövid hír következik, az egyik a kórház gázellátásáról szól, a másik pedig a Bláti iskola alapítványáról, majd újabb stúdió beszélgetés lesz, a téma a Vízzenevirág Fesztivál ez évben, a stúdió vendég pedig Szentesi Lászlóné lesz, a főszervezője a fesztiválnak. Ezután rendőrségi hírek következnek, majd reklám, és körülbelül 21 óra után 10 perccel kezdődik a Sport 95 összefoglaló második része, és műsorunk végén egy portrét láthatnak Vékony Ferenccel, aki a közelmúltban vehette át a Magyar Sportért díjat. Amióta emberi kézalkotta tárgyak léteznek, azóta művészetté teljesedett alkotásról többször is elmondták már. Bölcsője a vallás, s a máig legnagyobb szerepet játszó keresztény hit inspiráló erőként hozta létre legszebb tárgyainkat. A Keresztény Hét keretén belül bemutatott kiállítással a maga módján kapcsolódott a rendezvénysorozatba a Kunidomokos Múzeum. A lovakteremben olyan egyházi kegytárgyakat, írásos emlékeket tettek közszemlére, amelyek ritka kincsként gyarapítják a kereszténységet. A Tóvárosi Kapucinus plébánia és a Kossuth-téri Szent Kereszt templom értékes tárgyai nem mindennapos látnivalók. Csóka Gáspár, a pannonhalmi főapátság alperjele megnyitó szavaiban kiemelte, ez az első alkalom, amikor ilyen jellegű kiállítás fogadja a várban a tatai közönséget. Hát én egy szerencsés embernek vallom magam, mert hogy két koronás fővel készített interjúim után egy újabb koronás főt üdvözölhetek szerény társaságomban, első Károly királyt és udvartartását. Jó estét kívánok! Hogy kell ilyenkor szólítani a királyi fenséget? Talán karesz, ugye? Na, hát szevasztok, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönöm. És gyorsan bemutatok mindenkit. Karesz a király, mellette a hölgy, Ancsa, aztán a fekete szemüvegben Csaba. Vedd le egy picit a szemüveget? Óriási, fantasztikus Csaba. Aztán itt mellettem Kriszti és Szaki. Hát megnyerted ezt a versenyt, lehet ezt versenynek mondani? Egyáltalán? Igen. Mi volt ez tulajdonképpen? Ez már egy hagyomány az Ötvösben, hogy minden évben megrendezik ezt a kampányt, illetve hogy kampányokat kell szervezni, osztályunként lehet indítani a jelölteket, és akkor minél nagyobb felhajtást kell csapni, hogy felfigyeljenek a jelöltre a diákok, és akkor a következő hét hétfőjén, mert van egy kampányhét, akkor lehet szavazni. Na most, ha jók az információim, akkor ebből a kampányhétből az utolsó részbe kapcsolódtatok be. Jók az információi? Igen, ez na de miért csak az utolsó pillanatban? Hát tudtuk, hogy mikor kell. Mikor jött el az idő. Meg a leghatásosabb. Inkább rögtönöztünk. Meg igen, bizony. Rögtönzés volt? Inkább a hétvégén kell, hogy
emlékezzenek még hétfőn a kampányra. Na és kinek mi volt a feladata, Ancsa? Hát, nem tudom, igazán nagy feladatok nem voltak, tehát nem voltak megosztva a feladatok, próbáltunk együtt csinálni mindent. Annál is inkább, mert nem volt megtervezve a nagy része annak, amit csináltunk. Teljesen spontán jellege ment a dolog? Hát, többé. Előző nap találtuk ki általában a dolgokat, hogy mit fogunk másnak, szóval. És hol találtátok ki? Bent az iskolában. Hát, meg összejöttünk például valahol, összejöttünk, és akkor... Ilyen titkot szeretnék megtudni, hát hol jönnek össze? Hát iskola után szerintem. Na, és iskola után? Iskola után például a kávéházban voltunk egyszer, egy este. És ez volt az inspiráló erő. Igen. Azért valljátok be őszintén, dőlt a hülyeség. Igen. Ugye dőlt? Mert azért akkor is dőltem, kedves nézők, mielőtt még nem ültek be ide a fiatalok. Csak most egy kicsit meg vannak lepődve. Milyen hagyománya van az ötvösben ennek a diák királyválasztásnak? Tanulmányoztátok egyáltalán? Vagy nem érdekelt benneteket? Csaba? Nem különösebben érdekel, de azért figyeltünk, hogy ellesünk néhány jó poén. És sikerült valamit meríteni? Vagy minden most? Minden eredeti volt. Minden eredeti volt? Például az egyik ilyen tacepao, vagy nem is tudom micsoda a kezete. Emeljétek föl? Fantasztikus. Azt mondja, hogy légy szíves, Kriszti, olvasd el. Az egyetlen kiút. Az egyetlen kiút, K77. K77, ez volt a keresztnek a fedőneve. Miért kellett egy király, egy lehető királynak fedőnevet választani? Hát ez... Propagandánkhoz hozzá tartozik. És ki volt a fő propagandista? Hát az Ancsa. Ancsa volt a fő. Ezt rám ragasztottak. Hát de vállalt büszkén. Nem, igazából ez a propaganda miniszterje, ez, amit rám ragasztottak, ez nem igazán kellemes. Vagyis hát legalábbis számomra van egy ilyen negatív csengése. Szóval nem igazán szeretem, de hát próbáltam megtenni, amit tudtam. Na most ez az öltözék sem mindennapi, amiben most megjelentetek, mert hogy ez volt a... Egyenruhánk. Ez egyenruha. De ez az egyenruha ezzel a karszalaggal, meg... Ja, hát igen. Húha, a Ancsában benne van a kiske, mondani akarja, mondja, a propaganda főnök. Hát ez igazából úgy indult, hogy szerettünk valami másat nyújtani ebben az egész kampányban, valami újat kitalálni, és ezért gondoltuk, hogy Orwellnek az 1984 című regényét alapjául véve egy ilyen anti-utópista-szerű dolgot valósítunk meg, és innen származik tulajdonképpen ez az egyenruha, meg a karszalag, meg még egy-két... Meg a kárt. Meg a kárt. Végre megszólalt a király, hát a női elnyomás itt a csapatba. Nem sokára megmutatjuk a nézőknek is, és ti is látjátok majd a monitorokon azokat a felvételeket, amelyeket ti készítettetek, tehát amatőr felvételek következnek. Igen, most hol vagyunk? Karesz? Sönhátszóvodában vagyunk. Itt. Ezt most meg is szeretném köszönni az óvoda dolgozóinak, hogy segítettek minket azzal, hogy engedték, hogy forgassunk egy náluk. Egy szál virág a királynak, fantasztikus. Kinek az ötlete volt? Ennyi. Szakinak az ötlete volt, hogy látogassatok el az óvodát. Óriási. Csaba, mit szólsz hozzá? De nagyon aranyosak voltak egyébként az óvodások, annyira együttműködtek velünk, meg itt az óvónők is. Nem ijedtek meg a gyerekeket? Az óvónőkettől a karszalagot? Hát egy percig, de utána így felholdult. A végén már úgy csinálták, szóval azt ki is kellett hagynunk. Mi van odaírva a polóra? 8. utasok a NASZ. Óriási. Csináltunk ilyen sorozatot is. Úristen, ez te vagy Szaki? Igen, igen. Mit csinálsz a Kálvária dombon? Hát itt éppen lepróbálok zuhanni. De miért? Hát a Karesz lesz a megmentőm, ő a megmentőt szerepében tetszeleg majd. Igen, és itt egy ilyen alak rálépett a lábamra. Ez itt az alak. Igen, ő a gonosz. A gonosz. Fantasztikus. A fő gonosz. Ő volt a gonosz, és akkor jött Karesz a megmentő. Igen. Miért forgattátok ezt a kis filmet, ami hát látszik, hogy amatőr felvétel, mert azért vannak benne, milyen azért egy-két dolgot kihagytunk, azt valljuk be a nézőnek. Figyeljünk egy... Vigyor! Károly, a megmentő. Hát ez fantasztikus. Milyen visszanézni? Hát, jó. Jó? Ez egy hölgy, akit hadd mondjam el, hogy szenvedélyesen udvarolt a Karesznak, mert hogy a filmbe őt is szerettétek volna bevenni, ugye? Igen, igen. De nagyon rendes volt. Általában egyébként a tanárok is rendesek voltak? Hát idézőjelbetéve, hogy adták magukat a bulihoz? Igen, azt hiszem. Szűzanyám, ő kicsoda. Egyik ismerősünk. Tartsod! Nem látszik a doboz? Ez kicsoda, aki most beszél? Na, ő az amatőr, aki felvette. Szóval ő segített nekem.
Mindent felhasználtunk, hogy megnyerjük az embereket, itt is látszott. Jó, csak vicceltem. Keresd csak vicce. Na ez mit? Ez volt a... Hancsa, légy szíves, kommentáld, mit látunk? Hát ez egy monumentális bevonulás volt. Igazából úgy nézett ki az egész, mint egy tüntetés. A Kolesztió voltából elég sok ember sikerült magunk mögé állítani. És két rendőrségi autó tette ezt még hatásosabbá. Na hát akkor ide el kellett menni a rendőrségre. Mit szóltak a rendőrségen az ötlethez? Igazából tudták, hogy jövünk. Ancsa intézte, hogy számítsanak ránk, és oda mentünk. Fogadott a Rigó Erik, a lezredes úr. Tehát ő is benne volt a bolyó. Ő is benne volt, és adta az ötleteket is meg, hogy adnak szirénát, meg kékfényt. Csaba, neked mi volt itt a feladatod? Te volt az egyik tömeg. Hát, többé-kevésbé biztosítottam a konvojt oldalról. És maga a király előtt mivel érkezik? Civil kocsival. Civil kocsival? Igen, milyen típusú ott kocsival? Nem tudom. Láncsa gáta. Na most, ez ugye már a gimnázium kertje. Na most, ha befordul ide egy szirénázó rendőrautó, egy civil autóval, tömeggel a háta mögött, akkor azért ennek volt fogadtatása. Hát persze, tulajdonképpen elértük a célunkat valahogy. Hát a legnagyobb tömeg végül is a kereszt bevonulásánál volt. Jó meg volt a szervezet. Nagy felhajtás. És tetszett is, hogy történt. Volt még ehhez hasonló bevonulás? Aha, itt érkezik meg maga a királyjelölt. Volt bevonulás. Gyakorlatilag fel volt osztva az egész hét a diákjelöltek között, hogy kiknek melyik nap van a bevonulás, milyen volt csütörtök, pénteken volt az F-eseknek, Peti meg a pocok. Úristen, mit csinálsz ott karesz az autóban? Vagy ablak? Ablak. Ön az ablak? Veszélyes mutatvány. Ez itt a tömeg. Néha, amikor én ezt néztem és összeállítottam, akkor úgy éreztem magam, mint hogy a fekete doboz 1988-89-es felvételeit látnám. Mint lehet hallani a tömeg éjjelzését. Nagyon jó. Jó, itt a tánc. Kriszti? Hát ez úgy volt, hogy az Ancsával ketten találtuk ki a táncot, aztán megkértük a lányokat, hogy segítsenek, és nagyon benne voltak ebbe az egész buliba, szóval annyira így összehozta az osztályt, nagyon nagy volt a lelkesedés, nagyon jó volt a zene, és úgy magunkkal ragadtuk szinte a közönséget, és tényleg nagyon nagy volt az ováció. Ennek Csaba, szerinted meddig kéne nyújtani ezt a királyságot, hogy a diákság elérje a céljait? Hát, hogy magát az uralkodás? Uh-huh. Hát szerintem legalább egy próbahét kéne. Egy hétre? Egy hét például, hogy a karesz átvegye az irányítást, és minden teendővel megismerkedjen, amit egy uralkodónak el kéne látni. Na most ugye itt a lehetőség a karesz kezében. Reformokat lehet véghez vinni. Mivel kezded? Iskolai szintre gondolsz? Hát szerintem a tanár és diák kapcsolatot egy kicsit még közelebb hozni, hogy nem baráti, de valamivel közelebb legyenek egymással. Igen, Ancsa, itt mosolyogom, de elég érdekes lenne egy baráti viszony, nem? Valamelyik olyas tanárral, olyas valakivel, akivel mondjuk nem vagytok jóba. Volna-e még valamilyen reform? Térjünk rá mondjuk a mindennapokra. Ha valóságban hatalmat kapnál, akkor például itt a városban mit változtatnál meg, vagy mihez nyúlnál először? Hát, mondjuk én személy szerint én a Tataitóval kezdeném, azt kellene szerintem rendbe hozni. Tehát komolyan is foglalkoztok ezzel a témával, nem csak ilyen poén szinten, hogy mi mindent kéne megváltoztatni az életetekben és magatok körül? Ancsa? Hát rengeteg olyan dolog van, amit meg kellene változtatni. Persze az más kérdés, hogy megvan-e erre a lehetőségünk. Itt most nagy csönd van. Miért van ez a nagy csönd? Nincs olyan nagy beleszólásunk általában szerintem a dolgokban. Végülis eljátszottatok egy demokratikus választást, amit nem sokára valóságban kell, hogy megejtsetek, hiszen nem sokára szavaznatok kell majd. Ebbe belegondoltatok? Vagy ez csak tényleg csak a játék szintén ment? Ancsa? Hát személy szerint, tehát részemről mindenképpen csak a játék meg a szórakozás kedvéért. Csaba? Hát szerintem is. Szóval ez nem ezekkel a módszerekkel állnak hozzá. Ha nem, milyen módszerek? Teljesen más. Ez csak poén. És az igazgató úr hogy viszonyult a dologhoz, hiszen hát őt kell majd eltávolítani a trónról idézőjelbetéve? Hát őt még most fogjuk felkérni csak, szóval majd a hatalom átadás, és ezekről a többi további dolgokról, az ötves napról még külön kell beszélgetnünk, még erről nem volt szó, de hát szerintem... Most mész majd tárgyalni az igazgató úrhoz? Meg a héten. Hát muszáj, mert pénteken lesz az ötves nap. Mi pedig látogassunk el egy másik iskolába, egy másik középfokú intézménybe, a Jávorka Sándor mezőgazdasági szakközépiskolába, helyesebben annak is
egy mintagazdaságába. Az iskola tangazdaságának a Mária pusztai részlegén vagyunk, ahol az állattartó telepet alakítjuk ki. És ez mitől egyedi? Attól, hogy az iskolának hosszú ideig nem volt tangazdasága, és a 90-es évek elején, 92-től sikerült a privatizáció során visszaszerezni területeket, ahol a gyakorlati képzés feltételeit tudjuk biztosítani. Így jutottunk hozzá a városi önkormányzat jóvoltából a Mária pusztai romos épületekhez. Az épületeket az önkormányzat tulajdonába tudjuk ma is, de az önkormányzat az iskolának adta át éppen tangazdaság céljából. Mivel egy középfokú szakképző intézményről van szó, arra törekedtünk, hogy a gyakorlati feltételekben is lehető legmagasabb színvonalat tudjuk biztosítani. Hogy a diákok a legmagasabb szinten tudják elsajátítani a szakma sajátosságait. Így a Baromfi állománynál is a világtechnológiát alkalmazunk, hiszen a bábolnai technológia világszínvonalú, és az ő berendezéseikkel van berendezve a mi épületünk is. A fajta is szintén, mondhatom azt, hogy nagyon kiemelkedő teljesítményt tud nyújtani, ilyen a Tetra, SL, Toyo, Hybrid, illetve az Arborécres pecsenye csirke, amelyik tényleg nagyon-nagyon jó termelésre képes. A juhoknál a német feketefejű fajtát állítottunk be, és ebbe a mi állományunk egy törzstenyészet. Tagjai vagyunk a Juhtenyésztők Országos Szövetségének, és komoly genetikai munkát és igénylő feladatokat bízott ránk, így többek között tenyészkos előállítását is, ami nagyon-nagyon magas színvonalú munkát követel, és hogyha a diák ezt megtanulja itt, akkor nyilvánvalóan, hogy a szakma legkiválóbb ismerője lehet. A sertés állomány esetében is ugyanez van. Úgynevezett hármasmentes állományunk van, ez annyit jelent, hogy a három legveszedelmesebb vírustól mentes a mi állományunk. Ez is törzsállomány, magyar nagyfehér fajtájú, 30 koca van itt, és annak a szaporulata. Az egész feladat az, hogy tenyész állatokat állítsunk elő. Úgy gondolom, hogyha egy középiskola ilyen kondíciókkal bír, akkor abból megfelelő profitra is szertehet. Hát azért is választottuk ezeket a termelési irányokat és feladatokat, mert úgy gondoljuk, hogy ezt lehet igazán gazdaságosan és nagyon eredményesen művelni. Eddig, amit csináltunk, még mindig hasznot hozott, nem ráfizetéssel, hanem nagy haszonnal tudtuk végezni ezeket a munkákat. Az oktatási célon kívül ilyen tenyész célt is szeretnénk megvalósítani, de természetesen nem a teljes állományra, hiszen itt a megszületett kismalacok között nem csak nőhivarúak, hanem hímivarúak is vannak, és hát ezeket tenyésztésbe nem tudjuk beállítani, éppen ezért ezeket meghizlaljuk, és az a tervünk, hogy a helyi önkormányzat intézményei vagy a megyei önkormányzati intézmények ellátásába fogunk bekapcsolódni. Azoknak az igényeit, hús igényeit próbáljuk majd kielégíteni, hát amennyire lehetséges. A szarvasmarha istáló felújítása van hátra, ehhez már iskolánk elnyert 2 millió forintos szakképzési hozzájárulást, a többit majd a környező üzemektől támogatásként próbáljuk megszerezni. Tehát ezt akarjuk kialakítani, ahol szintén egy különleges elképzelésünk van, egy olyan szarvasmarha fajta beállítását tervezzük, amelyik Magyarországon tiszta tenyészetben nincs sehol. Mi lennénk az a szintén törzstenyészet az országban, amelyik a tehénállomány tejtermelésének, a tej minőségének a fokozásához szükséges és nagyon jól felhasználható Jersey törzstenyészet lesz. Az 5-ös gimnázium diákjai után ugye itt voltak a Jávorka szakközépiskola diákjai, és ez a riport számomra azért volt nagyon érdekes,
mert elég kevés olyan iskolával találkoztam eddig, akik nem csak hogy termeltek az iskola környékén, mint a gazdaságokban, hanem megpróbálták azt hasznosítani, értékesíteni is, és az pedig külön érdekessége a dolognak, hogy felajánlják a város közintézményeinek a megtermelt árut. Ezután a két iskola után még egy invitálót szeretnék átnyújtani önöknek, elfelejtettem elmondani, hogy ezen a héten pénteken délelőtt nyilvános koronázási ünnepségre várják az érdeklődőket, ahol is trónusra emelkedik majd első Károly, az újonnan választott diák király. január 29-én köszöntöm a Tatai Televízió nézőit, azokat is, akik már eddig is velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódnak be műsorunkba, a magazinba. Röviden a tartalomból. A műsorismertetés után egy testületi összefoglalót nyújtunk át önöknek, mely az önkormányzati testület legutóbbi ülését foglalja össze. Ezután egy közéleti beszélgetésről láthatnak majd egy hosszabb tudósítást, melynek főszereplői közéleti személyiségek, politikusok voltak, és mindez a Keresztény Hét rendezvénysorozatán belül került megrendezésre az elmúlt héten. Ezt követően két rövid hír következik, az egyik a Bláti szakközépiskola alapítványával foglalkozik, a másik pedig a kórház gázellátásáról szól. Ezt követi majd egy stúdióbeszélgetés, melyben vendég Szentesi Lászlóné, a Magyari Zoltán Művelődési Központ igazgatónője, és a téma a Vízzene Virág Fesztivál idei programsorozata. A fesztivál egy nappal bővült, idén már 4 napos lesz, és rengeteg új dologgal kínálkozik majd az ide látogatóknak, és természetesen a tataiaknak is. Szól majd egy-két meglepetés, és hogy mi minden lesz majd olyan, ami már most felkérés szintjén szól majd önökhöz, az kiderül majd ebből a beszélgetésből. A beszélgetés után megismételjük azt a kisfilmünket, amelyet az elmúlt évben készítettünk erről a nagyszabású fesztiválról. Ennek ideje közel 36 perc, és az elmúlt évben nagy sikerrel vetítette a Televízió 2-es csatornája is. A film után rendőrségi hírek következnek, majd reklám, és körülbelül 21 óra 10 perckor kezdődik sportműsorunk, amelyben a Sport 95 címmel második részét közvetítjük annak az összefoglalónak, amely az elmúlt év legfontosabb sporteseményeit mutatta be, már az elmúlt adásban is. A sportban még Vékony Ferenccel láthatnak majd egy rövid portrét, aki a közelmúltban vehette át a Magyar Sportért díjat. Nos, ennyit röviden a tartalomból, következik tehát az összefoglaló az önkormányzati testület legutóbbi üléséről. Napirend előtt Kerti Katalin polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az interpellációkra tett intézkedésekről, illetve a két ülés között történt fontosabb eseményekről tájékoztatta a képviselőtestületet. Napirend előtt még Csaba Attila kért szólt. Konkrétan mi volt az ön átülésének az indoka? Tavaly, amikor a Humán Bizottság vezetőjével választottak, akkor én leírtam elképzeléseimet arról, hogy hogyan kell Tataváros humán szolgáltatásait átalakítani, hogy a város működőképes maradjon. Ezt az anyagot sem a képviselőtestület, sem az MSZP képviselőcsoportja nem fogadta el. Nem értettünk egyet az átalakítás módjában. Az átalakítás szükségességében természetesen igen. Májusban egy egyeztető megbeszélést tartottunk az MSZP képviselőcsoportjával és az elnökséggel. Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy nem tudunk alapvető kérdésekben egyetérteni. Ekkor döntöttünk úgy közös megegyezéssel, hogy mivel azt a politikát én nem tudom képviselni, amit az MSZP támogat, én az független képviselőként politizálok tovább, de maradva a baloldali értékek mellett az MSZP-vel információs kapcsolatban maradok. A konkrét átülés azért csak most történt meg, mert én mostanáig vártam, hogy az MSZP jelenti be ezt.
Most új alkuk kötődnek a városban, ezen új alkukban én már nem veszek részt, ezért szervezetileg vagy helyileg is jeleznem kellett, hogy ehhez nekem nincs közöm. Első napi rendi pontként az egyes közbeszerzési szabályokról szóló helyi rendeletet módosították. Az országgyűlés az államháztartás kiadásainak ésszerűsítése, a közpénzek felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetősége érdekében törvényt alkotott. Ezt a törvényt értelemszerűen alkalmazni is kell. A kapott felhatalmazás alapján a tervezet szabályozza a közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozó szerveket, az ajánlatkérésre feljogosított személyeket, az ajánlatok elbírálásának szakmai előkészítéséhez szükséges szempontokat, az elbírálás eljárási szabályait. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet módosítása következett ezután, melynek lényege a bekövetkezett és várható nyersanyagár emelések 1996. február 1-től átlagosan körülbelül 20%-os áremelés végrehajtását teszik szükségessé. Ezt az intézkedést alátámasztotta a szolgáltatást nyújtókkal történt előzetes tárgyalás is. Ennek megfelelően drágább lesz a napközis ellátás, az óvodai és bölcsődei étkeztetés, de csökkenni fog a szociálisan rászoruló időskorúak étkeztetése, miként az értelmi fogyatékosok nappali ellátása is. Rendelet született az adatvédelem helyi szabályozásáról, amelyet egyhangulag hagyott jóvá a testület. Névre szóló szavazást kért Csaba Attila a képviselőtestület ciklusra szóló gazdasági koncepciójának tárgyalásakor. Ennek megfelelően Sárosiné Nagy Ildikó és Csaba Attila nemmel, Hetényi Tamás tartózkodással a többiek igennel szavaztak. Módosították az újúti óvoda és bölcsőde alapító okiratát, valamint a parkolási díjakat az Ady Endre út és párüzlet előtt. Így 20 forintot vagyunk kénytelenek fizetni minden autó, kis teherautó és motorkerékpár után megkezdett óránként. Az országgyűlés által hozott törvényt érvényesítve módosították a köztisztviselők bérét, amely átlagban 30% növekedést jelent. Módosult a képviselők tiszteletdíja is, de határozatban rögzítették azt is, hogy egy képviselő csak egy, a legmagasabb tisztsége alapján vehet fel tiszteletdíjat. A testület ezután zárt ülésen folytatta munkáját. A Keresztény Hét rendezvény sorozatáról már az elmúlt adásban is tudósítottunk. Ezúttal egy közéleti beszélgetést szeretnénk most átnyújtani önöknek, melynek főszereplői politikusok, egy szóval közéleti emberek voltak. Azokat az embereket keressük, akik a bajban segíteni tudnak. Kezdte köszöntőjét Sárosiné Nagy Ildikó, az est házigazdája. A közel 3 órás beszélgetésen valamennyi meghívott kifejtette véleményét napjaink keresztény közéletiségéről. Nagyon nehéz 1996 elején Magyarországon közéletről beszélni. A demokrácia ellenségeid, akik ezt nem mondják meg őszintén, 5 évvel elhitették a magyar nemzettel azt, hogy politizálni, közéletben részt venni, az valami olyan dolog, amivel tisztességes ember nem foglalkozik. Tehát a magyar társadalom 2 részre van szakítva, egy nagyon pici politizáló létegre, amely tényleg kiveszi a részét a közéletből, jól, rosszul, és a hatalmas tömegről, amely egyáltalán nem veszi ki a részét a közéletből, lásd a borzasztó rossz választási eredmények, akár országos, akár helyi szinten, aminek a következménye az, hogy a demokrácia igazából nem lehet működőképes, mert egy demokrácia csak ott működik, ahol a polgárok tevékenyen kiveszik a részüket a közélet, a politikai élet alakításából. Az, aki keresztény ember, társadalmilag kötelezett arra, hogy úgy a kiskörök, mint az egész ország fellendüléséből kivegye a részét. Ezért mondtam, hogy nem lehet keresztény ember az, aki azt mondja, hogy a politika az egy piszkos dolog, azzal én nem foglalkozom. Minden napunk alakítása nem más, mint politika. Én nekem a keresztény közéletiség azt jelenti, hogy pár éves korom óta mindig ott vagyok a református templomban, 15 éve presbiter vagyok, egyházmegyei tanácsbíró, családomat, 3 gyerekemet is a keresztény hitre nevelem, és én nem tudok csak vasárnapi keresztény lenni, hanem minden napon Isten haza család, mind a mi jelszónkban is van, próbálom megélni. Úgy látom, hogy ilyen nagy szegénység mellett nem lehetnek olyan politikusok, akik eltűrik, hogy megfagyjanak, hajléktalanok, hogy éhezzenek emberek. Itt önmérsékletet kellene a vezetőnknek gyakorolni, és ha alkalmadnak a vezetők, azokat le kell váltani. Én Jézusnak azt a tettét
és követendőnek tartom, hogy a haszonélvezőket, kufárokat igenis korbácsol, ahogy ő a templomból ő kikergette. Ugyanúgy bizony az egyszerű embereknek is joguk van ahhoz, hogy a jogaikat érvényesítsék. Felelőssége van a keresztény, keresztjén embernek ma Magyarországon. 94-ben nem voltunk tanúi. Ma úgy érzem, és ez a zsúfolt nagy terem mutatta, és a hangulat, hogy a keresztény, keresztjén emberek átérzik azt a történelmi nemzeti felelősséget, hogy tenni kell nekik, nem csak maguk, hanem a saját családjuk, unokáik, dédunokáik érdekében is, hogy megmentsék ezt a nemzetet, ezt a várost, és ezért politizálni kell. Amilyen politikus város volt Tata 80-as évek végén, hisz majdnem minden párt itt alakult Tatán, utána 90-es évek elején egy nagy pongás volt. Ez azok többek közt annak is a tulajdonítató, Kálmán Attila, én vagy mások politikusok, akik elkezdték 80-as évek végén az aktív politizálást, azok Budapestre kerültek, bár én most is itt lakok Tatán, és én tatai vagyok, gyerekeim itt járnak iskolába, és szinte majdnem minden este itt vagyok Tatán, de nem tudtam részt venni a tatai közeledbe. Most jobban részt akarok venni, valószínűleg egyéni képviselőjelöltséget is el fogom állni, tehát képviselőjelöltséget, elindulok képviselőjelölt színekbe, és többet szeretnék foglalkozni Tata ügyeivel, mert úgy látom, Tata ügyei nagyon rosszul haladnak, a kórház, iskolák átadására gondolok, és az a nagy szegénységre, amit itt is tapasztaltunk nagy gyűlésen elhangzottakból. A keresztény közéletiség az különbözik sokban az egyéb más közéletiségtől? Én azt gondolom, hogy az az ember, aki a közösségért vállal áldozatot, feladatot, az jó úton halad afelé, hogy végeredményben kifejezett hittel, vagy kifejezett hit nélkül akár, de hát a keresztény értékek szerint él, mégis azt tudnám mondani. Hát annak idején még a szocializmus is azt mondták, hogy a 10 parancsolat, az első 3 parancsolatot leszámítva, amely kifejezetten a vallás gyakorlatra és a tényleges hitre vonatkozik, az előírás kellene, hogy legyen a társadalom számára is. Tehát a közösségi együttélésnek azt gondolom, hogy megvannak a maga szabályai, amit bizonyos erkölcsi értékek ismerete nélkül hát nehéz meglelni, nehéz megtartani. És ezért gondolom azt, hogy van, aki direkt formában is vallásos, de aki ezeket a humán értékeket fölismeri és megvalósítja az életében, az gondolom szintén nem enélkül, a hit nélkül, legalábbis az emberbe vetett hit nélkül él. Tudósítás következik egy középfokú intézmény alapítványáról, nevezetesen a Bláthy iskoláról van szó, és a kórház gázellátásáról. Tata város önkormányzati testülete tavaly október 11-i ülésén közalapítvány létrehozásáról döntött. A szakmai képzésért elnevezésű közalapítvány elsődleges célja a Bláthy Ottó ipari szakmunkás képzőiskola működtetése. Az önkormányzati határozat értelmében április 1-től az iskola megszűnik önkormányzati intézmény lenni, munkáját alapítványként folytatja. A megyében hagyományosan jó hírű, széleskörű gazdasági és társadalmi kapcsolatokkal rendelkező szakoktatási intézmény oktatási színvonalának megtartásához pénz kell. Az alapítványi formától azt remélik, előteremtheti a szükséges anyagi erőforrásokat. A közalapítvány kuratóriuma, melyben Schwarzenberger István elnöki, Posgai Zoltán titkári tisztet tölt be, január 26-án alakult meg. Úgy látszik, a nagy hó, a hófúvás csak a közlekedési szakembereknek okoz gondot, nem úgy a Tata Hűtőtechnika Fővállalkozó Kft. Dolgozóinak. Hát a gázt azért kell most szerelnünk, mert a kórháznak nagy szüksége van a mi gázellátásunkra, hogy a fűtést az új rendszerrel el tudják indítani, mivel ez nekik nagy költségmegtakarítást jelent, hogyha most a télvíz idején már be tudjuk üzemelni az új gázfűtési rendszert. Mennyi költségmegtakarítást jelent ez? Hát ez milliós nagyságrendben lehet mérni éves viszonylatban. Most is több millió forintot fizetnek havonta az olaj ellátásért, amivel a melegvíz ellátást is biztosítják, és mivel ők nekik gázolajat kell használniuk, így a gázellátás a jelenlegi körülmények között és a jövőre nézve sokkal olcsóbb lesz. Tehát itt a megtakarítások az milliós nagyságrendekben mérhetők. Meddig dolgoznak itt? Ma kész lesz ez a munka? Hát úgy szeretnénk, hogyha minden összejön, és az időjárás ugye nem a mi pártfogásunkban áll, de a szaktudásunk minden erejét latba vetve szeretnénk ma beüzemelni a kazánokat és a
kórház részére biztosítani a gázszolgáltatást és ebből a meleget. Ez azt jelenti, hogy holnaptól már gázzal fűtenek a kórházban? Hát, hogyha a körülmények a mi kezünkre játszanak, akkor igen. Miközben már Szentesi László névvel, a Magyar Zoltán Művelődési Központ igazgatónőjével már beszélgetünk, és a témánk a Vízzene Virág Fesztivál ezévi rendezvénysorozata. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És az ölében látható már egyébként, én legalábbis látom ezt a dossziét, amiben hát, hogy is mondjam, gasztronómiai nyelven fogalmazok, igencsak incsiklandozó dolgok váratnak ma terítésre. De legelőször is nem menjünk a dolgok elejére ennyire. Egyáltalán miért van szükség arra, hogy már most, év elején ennyire felhívjuk a figyelmet, a tataiak figyelmét arra, hogy ez a fesztivál immár harmadszorra kerül megrendezésre? Köszönöm a meghívást, már is mondom, és én is köszöntök minden kedves nézőt. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény kinőtte a Tatai Művelődési Központot, tehát sokkal nagyobb annál, és Tatának nagy jelentősége van ebben a rendezvényben. Tatai lakosok nélkül, a tatai közönség nélkül nem lehetett volna két olyan nagyon szép vízen a virágot, virágfesztivált rendezni, aminek úgy gondolom, hogy nagyon sokan örültek, ezt jelezték nekünk. Na most, mivel úgy gondolom, hogy kinőtte egy intézmény kereteit, és okulva olyan civil városok példáin tőlünk nyugatabbra, meg északabbra, ahol hagyománya van a fesztiváloknak, a nagy rendezvényeknek, mindenhol csak a lakosság közreműködésével tudják igazán gyönyörű ünneppé tenni ezeket a napokat. Én nagyon szeretném, hogyha Tata úgy érezné, hogy ez a fesztivál az övé, hogy elhinné azt, hogy Tata városát lehet a fesztiválvárosok sorába emelni, és nem csak nézőként lenne résztvevője a Vízzene Virág Fesztiválnak, hanem tevőlegesen, megélője lenne. Kicsit kukacoskodó, ez most azért hangzik el az ön szájából így, mert eddig nem így volt? Igen, az első, ha én visszaemlékszem, az első Vízzene Virág Fesztiválban nem nagyon hittek, még a városvezetése sem, a hozzánk közel állók sem, azt gondolták, hogy na hát ezt Tatán nem lehet megcsinálni. Mi voltunk néhányan, akik szentül hittük, hogy meg lehet és meg akarjuk, és nagy-nagy küszködés árán sikerült megcsinálni, és hallatlan öröm volt olyan dologban együtt működni, ami gyönyörűséget jelent nagyon sok embernek. És a másodiknál? A másodiknál már az első sikere kapcsán sokkal több volt a támogatónk, sokkal több volt, de ez főként az önkormányzat volt, az önkormányzati képviselők közül nagyon sokan, szinte mindenki, és olyan civil szervezetek, akik már jelentkeztek azzal, hogy szeretnék, ők is szeretnének bekapcsolódni ebbe. És úgy gondolom, hogy most van itt az ideje, most már két példa bizonyítja, hogy ez nagyon sok embernek öröm, ez rengeteg embert vonz ide. Már bekerült a nemzetközi idegenforgalmi és a Magyarország idegenforgalmi katalógusába ez a rendezvény, úgyhogy mások érdeklődnek iránta, és meggyőződésem, hogy el fogjuk érni, biztos, hogy lassan, lehet, hogy nem azonnal. De én azt gondolom, ha 5-en, ha 10-en, ha 100-an hisznek ebbe, akkor évről évre többen lesznek. Hát egyszer Velencébe is elkezdték, a brazilok is elkezdték Rióba. És akkor egyszer csak jön majd és Tata. Egyszer, pontosan, és akkor egyszer csak az lesz, hogy Tatán rengeteg embert mozgat meg ez a dolog, és örömmel vesznek részt benne, és készülnek rá, és megérzik annak az ízét, hogy csuda jó olyanba benne lenni, ami örömet jelent és sikert hoz. Ne törjön le a lelkesedésed, de én mindig szeretek a nehezén túl lenni. Én emlékszem rá az elsőnél is, a másodiknál is, és most a harmadik előtt nem egészen fél évvel, mert hiszen hát egy ekkora rendezvénysorozatra kell minimum fél év a felkészülésre. Voltak ellenzők. Vannak most is? Hogy nem, biztos, hogy vannak. Én azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, ettől megbántódni se lehet. A felkészülése egy fél év sem elég. A felkészülést a tavalyi Vízzene Virág Fesztiválon már megkezdtük, és azóta folyamatosan dolgozunk rajta. Most valami konkrétumra vagyok kíváncsi. Hát mit lehet egy ilyen gyönyörűséges, hát ennél szebb szót nem is tudtam volna kitalálni, rendezvénysorozaton nem szeretni? Mit lehet ezen ellenezni?
Soha nem lehet olyan dolgot csinálni, én úgy gondolom, aminek mindenki örül. Tehát ez teljesen természetes dolog, hogy vannak olyan emberek, akik nem örülnek annak, hogy sokan vannak. Nem örülnek az utcabának, mert zaj van, mert zenélnek, mert nem tudnak nyugodni. Nem örülnek annak, hogy a tóparton nyüzsögnek, késő este zavarja őket. Tehát rengeteg minden van, aminek és nem örülnek. És ez nem veszi el a kedvét? Nem, mert én ezt egy természetes dolognak tartom. Én azt gondolom, hogy a világ ilyen, nem vagyunk egyformák. De hogyha Tata az idegen forgalomból szeretne megélni, ha prioritást kap a városgazdasági programjába az idegen forgalom, attól, hogy mi Tatát szépnek látjuk, akik itt élünk, attól nem fognak ide jönni. Akkor jönnek ide emberek, hogyha van miért ide jönni. Tatát néhány nap alatt meg lehet nézni, mert nem egy nagyváros, és utána. Tehát olyan vonzó programokat kell teremteni Tata számára, és szinte folyamatosan, rendszeresen visszatérőt, amely miatt vonzóvá válik a város mások számára is, és akkor úgy gondolom, hogy fölkerül az vagy fölébred a nemzeti büszkeségünk. Én remélem, hogy az elmúlt körülbelül egy percben elhangzott mondataival már is megnyert legalább 10 vagy 15 kételkedőt, de evezzünk vissza a pozitívabb vizekre, a fesztivál vizein, a szószoros értelemben. Hát ugye erre a fesztiválra most már ezek szerint szükségünk van, kell, ehhez viszont kell egy olyan megfelelő propaganda, ami hát nem biztos, hogy a tatai kereteket bírja. Hát akkor el kell vinni, gondolom, ezt a rendezvénysorozatot valamilyen úton módon Budapestre. Gondolom én. De hát hogy kerül egy vidéki rendezvénysorozat Budapestre? Jó ki az információ, hogy magyarul lesz-e budapesti premier? Sajtótájékoztató lesz 2 Budapesten, már tavaly is volt Budapesten sajtótájékoztató, rendkívül fontos. Tehát azt lehet tudni, hogy az új termékek, idézőjelben, mert ez is termék, ugye kulturális termék bevezetésére a termelési, az előállítási költségeknek a 25-30%-át fordítják, és hogyha ez jó sikerül, akkor ez többszörösen megtérül. Elkerülhetetlen, el kell adni ezt a rendezvényt, és el kell adni a várost ezen keresztül, ezért törekszünk erre. Tehát 2 komoly feltétele van, nagyszerű reklámot kell csinálni, ehhez rengeteg pénz kell, és az egész fesztiválhoz rengeteg pénz kell. Tehát... Na, itt már elkomorult az arca. Na most, hogyha én azt mondom, hogy tavaly májusban egy fillér nem volt a rendezvényre, akkor most tényleg elkomorul, mert hogy mennyi izgalmon mentem keresztül, és hány álmatlan éjszakám volt amiatt, hogy tudjuk megcsinálni, mert éreztem, hogy meg kell csinálni, és sokan biztattak rá, de azért ez nagyon nagy felelősség, hiszen itt szerződéseket kell előre megkötni. Tehát az idei Vízzene Virág Fesztiválra tavaly megkötöttem rengeteg szerződést ahhoz, hogy ez éljen, hogy az idővel tudjanak a felépő művészek gazdálkodni. Hát van a szervező része, lesz olyan 50-60, és a fellépő művészek, és majd az idén egyik programhoz, amiről majd szeretnék beszélni, bízom benne, hogy több száz vagy több ezer ember, akkor lehet azt mondani, hogy a rendezői stáb és a föllépő stáb olyan 300 körül van. Az előbb már rátértünk a financiális részére ennek a fesztiválnak, és ha már itt tartunk, akkor... Lehet-e ez egyfajta olyan kulturális vállalkozás, ami, mint befektetés, meg kell, hogy valami utómódon térüljön? Hogyne, hát csak ezért szabad csinálni. Ezért mondtam el az elején, hogy... Mert hogy a kultúra ma Magyarországon nem megtérülő vállalkozás. Ez sem. Tehát ugyanannyit nagyon nehéz. Tavaly már sikerült minimálisra csökkenteni a bevételt, illetve a forrás és a bevétel különbségét, és a kiadás különbségét. Én bízom benne, hogy jobb gazdasági időben ez a rendezvény lehet gazdaságilag is sikeres. Most még nem olyanok a gazdasági feltételek Magyarországon, de meggyőződésem, hogy ezt is el fogjuk érni. De hogyha komolyan gondolják a város lakói,
hogy ez rengeteg lehetőséget jelent a számukra, mert hogy el tudják adni a férőhelyeiket a vendéglősök, megnő az étkezés, megnő az élelmiszerboltokban a vásárlás, a kisgazdák el tudják adni a piaci termékeiket. Tehát ez egy rendszer, a gazdaságnak egy része a kultúra rendszere is, ez is piaci termék és áru, és itt azt gondolom, hogy nagyon összekapcsolódhat a tatai gazdasággal, és hozhatja a tatai gazdaságnak a fellendülését. Én már a felkonferálásban említettem, hogy egy kicsit bővebb lesz idén a Vízzene Virág Fesztivál, mert hogy majdnem egy egész nappal lesz hosszabb, úgyhogy talózzunk bele egy kicsit, és először is azt mondjuk el a nézőknek, hogy mi lesz az, ami egészen új elem lesz az idei fesztiválban, és ehhez kapcsoljunk valami olyasféle felhívást, ami hát tükrözni azt, hogy mit vár a fesztivál rendezőség a tatai állampolgártól. Jó, köszönöm szépen. A fesztiváloknak az a lényege, hogy vannak tradicionális, tehát állandó programjai, és vannak új programjai. A leglényegesebb új programmal kezdem akkor, amit meggyőződésem szerint nem lehet tatalakossága nélkül szépen és jól megcsinálni, már pedig azt hiszem, hogy gyönyörű lenne. Ez a harmadik olyan program, ami csatlakozik a Millene Centenáriumhoz is, és ez a program népünnepei lenne a Diana szobornál, amely Tata történeti korait eleveníteni meg jelmezes öltözékbe, tehát el tudom képzelni azt, hogy férfiak beöltöznek római polgárnak, mert hogy az ókorban a rómaiak területe volt Tata, tehát a pannon időszakban, akkor kiemelkedő időszaka Tatának a reneszánsz időszaka, Zsigmond és Mátyás kora. Itt azt gondolom, hogy lehetne reneszánsz jelmezekben megjelenni a városlakóknak, lehetne céhekben megjelenni, tehát a Tatára jellemző céheket megeleveníteni. Aztán az Eszterházi kora, barokkor, ami remek időszak közben, tehát Tatának a nagy fejlődését hozza, de közben van a törökkor, ez is lehet egy érdekes, ez döntéskérdése, és hát van a polgárosodás kora, a barokkot lezáróan és követően. Na most, hogyha jelentős tömegben jelennek meg jelmezes emberek, akik Tata polgárai, és eljönnek a Diana köré, ahol lovagi torna, íjászverseny, solymász bemutató fogja várni az odagyűlt tömeget, és utána a Tatai Barokk Színház helyének a megemlékezésére emléktáblát helyeznénk el, és ezt követné egy nagyon vidám karnevál hangulat. Hát az biztos, hogy megadandó lenne. Akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas, és ez tényleg lehetőséget adna annak, hogy tevőlegesen a szereplőként is legyen. Na most egy fogas kérdés. Hogyan gondolja a fesztivál szervezés, a rendezőség, mivel szeretné motiválni a városlakókat? Mert hát egy otthon lehet, hogy most nagyon sokan lelkesednek a képernyő előtt, hogy na hát akkor én most római jelmezben és barokk kosztümben és reneszánsz fegyverzettel, vagy mit tudom én, céhes ládával a kezembe vonulok ki, de hát valamivel inspirálni kéne az embereket. Hát lesz ebből mondjuk egy verseny? Az is lehet, ez majd a résztvevők eldöntik, hogy szeretnék ezt, vagy még ezen gondolkodni kell, ennyire nem kiélelt, de nem lehetetlen. Ha én nem hiszek minden esetben a versenyben, tehát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy erre a verseny a legjobb, de ez is az eszköztárban van a választásnál. El tudom azt is képzelni, hogy a részvétel is nagyon fontos, hogy az emberek úgy érzik, hogy most tényleg valami vidám, valami borzasztó jópofa, felszabadító dologba vehetek részt, és örömmel csinálják meg, vagy kölcsönzik a saját jelmezeiket, és jönnek el, mert hogy ez vidám lesz, elhiszik róla, hogy jól fogják magukat érezni, és eltehetik, mert hogy ha minden évben visszatérő elemek között fogjuk ezt tartani, akkor fölértékelődnek a jelmezek is, mert nem egy alkalomra csinálják. Nekem most azonnal azok a diákok jutottak az eszembe, akik az előző műsorunkban voltak most, illetve hát a mostani 7-től fél 8-ig tartó mozaikban. Igen, de diákságra azt hiszem, hogy abszolút lehet alapozni. Hogyne, diákságra is lehet, de én mindenféle civil szervezetekre, együttműködő családokra,
kimondottan a poén kedvéért szívesen résztvevőkre, vállalkozókra gondolok. Mondom, nagyon Tata baráti köre, a felnőtt utazó klubja, akikkel már beszéltem, és nagyon boldogan benne vannak ebbe a dologba, de én azt gondolom, hogy rengeteg olyan önkéntes vállalkozó lesz, aki azt mondja, hogy ebbe szívesen részt venne. Én ebbe is nagyon bízom. Na meg hát mi a Tatai Televízió? Egészen hát jól néznénk ki, hogyha mondjuk a kollégáim kinézek, és biztosan bent is követik az adást a televíziót, barok jelmezekben mászkálnál a kamerával a vállokon. Nem ilyen jól néznének. Igen, hát erről már a televíziós kollégákkal beszéltem, fölkértem szereplésre őket, úgyhogy úgy el tudom képzelni, hogy te is megjelensz majd ott egy reneszánsz, vagy egy barok ruhában. Ezt majd még megbeszéljük. Mint ceremónia. megbeszéljük. Bár az biztos, hogy nekem maradandó emlék lesz egy életen keresztül a tavalyi gálaműsor, és az elmúlt évben a szlogán, ami körül minden forgott, az a zodiákus jegyek voltak, ha jól emlékszem. Igen. Idén? Az idén a humor és vidámság lesz a na ez lesz fesztivál. Meg egy feladat, virágba önteni a humort. A virágban már megvan az ő témájuk is, fantasztikusan jó virágkötői vannak az Interflórának, erről meggyőződhettek a látogatók. A Perpetuum Mobile lesz a virágkötőknek a témája, és már keresik, már dolgoznak azon, tervezik a kiállítandó virágkompozícióikat. Nos, a Vízzene Virág Fesztiválról természetesen még a Tatai Televízióban az elkövetkezendő fél évben egészen biztosan lesz szó. Azért rekesztem be pusztán a beszélgetést, hiszen még körülbelül fél órát tudnánk beszélni, mert hogy az első fél órát már lebeszélgettük, és most jön egy fél órát már beszélgettünk, és következik egy fél órás kis film, úgyhogy mielőtt ezt levetítjük önöknek, én nagyon köszönöm még egyszer, hogy befáradt a stúdióba. Annyit még mondjuk el, hogy idén mikor lesz a fesztivál. Június utolsó hétvégéjén 28-29-30-án, illetve 27-ével esti programmal kezdődik egy nagy nemzetközi versennyel. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és bízom benne, hogy sokszor fogunk még beszélgetni. Egészen biztos így lesz. Nos, tehát június 27-től 29-ig, ha valaki, 30-ig, ha valaki erre a nagyon szép rendezvényre szeretné meghívni vendégeit, családtagjait, hozzátartozóit az ország, vagy külföld bármely részéből, akkor már most jelezze neki. És most következik az a kisfilm, melyet a Tatai Televízió készített az elmúlt évben, és annak idején a TV2 is műsorára tűzte. Víz, zene, virágfesztivál. 1995. június 23-ától 25-ig immár második alkalommal került megrendezésre a rendezvénysorozat, melynek házigazdája a Komárom-Esztergom megyei város Tata volt. A zene a program fűzér lelke, sokféleképpen a három nap valamennyi történésében jelen volt. Költői összekapcsolása három ilyen szép fogalomnak alig ha találtatik, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy egyedi fesztivál itt Tatán, mert a víz, a zene, a virág mindegyik tele van önmagában is költészettel, így együtt igazán sokat ígérnek, különösen az ember elolvassa a programot és látja, hogy ilyen címek vannak, hogy 12 lány virágba öltöztetése, akkor még a lányok is benne vannak. Azon kívül egyre inkább, és remélem, hogy így lesz, hogy minél jobban rohanunk, minél inkább a pénzügyekkel, gazdasági ügyekkel, vagy a politikai veszekedésekkel van tele a világ, annál inkább szomjasak leszünk arra, hogy végre valami más legyen, egy kis víz, a természet szépsége, a költészet szépsége, a zenéi. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ennek éppen most lesz meg az ideje, hogy az emberek vágyakozzanak ilyenek után. A fesztivál címében rejlő három dolog mellé első hallásra az üveg talán kicsit idegen, ám ezt megcáfolandó egy-két fotóval kombinálva olyan kiállítás nyit a Stranszky házban, melyből egyértelműen kiderül, a fiatal művészeknek bármilyen anyag is kerül a kezükbe, gondolataik megfogalmazásához, anyagba változtatásához nincs semmilyen akadály. Üveggel bármit ki lehet fejezni, érzelmeket, képeket, hangokat, bármit. Meggyőződésem, hogy a zenét is. Az üveg nem rideg. Ez utóbb derült ki. Amikor megtudtam, hogy üvegszakra kerültem, akkor rettentően csodálkoztam. Aztán elkezdtünk vele dolgozni,
és kiderült, hogy fantasztikusan alakítható. Vonzódás mindenképpen, azt hiszem pillanatnyilag korszak, hogy mi lesz belőle később, azt még nem tudom, majd kialakul. Mind a ketten nagyon rajongásig szeretjük az üveget, és ami azt hiszem itt látszik is, hogy itt az üveg nem egy hideg, rideg, egy éles és szúrós eszköz, hanem valami meleg, valami folyékony, valami csoda. Állatfigurákat és legfőképpen virágokat látunk. Ez egy tükör önről? Hát igen. Én annak idején minden nyaramat egy tanyán töltöttem jászfényszaró és zsámba között, és minden játékom a bogarak voltak és a növények, és azt hiszem, hogy ez talán most került felszínre. Az az érdekessége még ezeknek a virágoknak, hogy a törött lepkéimből lettek a virágaim. A nívós iparművészeti remekek mellett a fesztiválon a vár udvarán háromnapos kirakodóvásár adott lehetőséget a manufakturális, hamisítatlan kézikészítésű mestermunkák kínálásához. A vízesedény a korongon éppen úgy készül, mint a borosedény. A különbség az ott keletkezik, mikor égetés előtt a vízesedényt azt nem mázazzuk le, azt terakottán használjuk, hogy párologtatni tudja a felületén a vizet és ezáltal hűtsön. A golyó, ami csörög benne, azt tartja belülről tisztán, és dörzsöli le a vízkövet az oldaláról, így válik használhatóvá. Ezen kívül van benne egy szűrő, ami a szennyeződéseket szűrte meg, amikor a forrásból megmerítették régen a korsót. Lényegében ez a funkciója. A borosedény szintén tárolásra szolgált, de mivel a bor értékesebb, és hogy ne párologjon el, kívül belül mázat kap, rendszerint zöld mázat, és valamilyen borral kapcsolatos díszítést. A papírmerítés régen külön szakma volt, ma már ez egy ritkaság számba menő szakma, olyannyira ritka, hogy Magyarországon egyedül mit csináljuk. Szentendrén kiindulási alapanyag alapvetően ugyanúgy, mint az iparilag előállított papírnál a cellulóz. Na most, hogy a cellulóz miből készül? Régen rongyból, a Magyarországon, amikor papírmerítésről volt szó, akkor rongyból rohasztották, és ez a rohasztás körülbelül egy fél évig tartott. El lehet képzelni, hogy milyen illatok terjentek a papírmalmokba, ugyanis malmoknak hívták ezeket a helyeket, ahol előállították ezt a papírt. Attól függően, hogy milyen szint keverek bele, lehet különböző színű papírokat előállítani. Van benne még egy kevés ragasztóanyag, ami arra célra szolgál, hogy a cellulóz rostokat jobban összefogja. Kik vásárolják elsősorban a merített papírt? Hát, ma még inkább azt lehet mondani, hogy protokolláris célokra használják ezeket a papírokat. Báli szezonban például díszes báli meghívókat készítünk, esküvői meghívókat készítünk, sokféle igény szerint. A jó hordonok legelőször száraz anyagból érett fának kell, hogy legyen, és tükrös dongákat kell fűrészelni belőle, vagy hasítani. Ezt egy évig természetes úszon szárítjuk, és utána készítjük belőle a hordót. A jó hordónak nem csak masszívnak kell lenni, sűrű szállónak kell lenni, tehát hogy a nedvességet, illetve a folyadékot ne eresz által, de ugyanakkor a vastagságának is olyannak kell lenni, hogy kellő rugalmaságot biztosítson a hordónak. Tehát masszív legyen. Vannak fortéjuk, amivel a benne tárolt italnak a minőségét lehet befolyásolni? Dongákat úgy kell kitüzelni a hordót, megmerevíteni, hogy az ne rugjon ki, ha a hordóról az abroncs leesik, vagy leveszik róla, akkor a hordó egy darabba maradjon. Tehát akkor tartsa meg a tonga az alakját, meg a hordó is, ha az jól ki van tüzelve. Van olyan önre jellemző dolog, ami csak az ön hordóinál fordul elő? Természetes. Például a fenékszél megmunkálás, a prajsmit, vagy pedig a hordó feneke közepén a díszkör, ezeket szoktam pluszba még rátenni, vagy a faragásokat a hordó fenékre. Talán a leglátványosabbnak volt nevezhető az a tárlat, melynek helyszíne a vár lovagterme, témája pedig a nyári álmok virágban volt.
Azt mondják, szóban minden elmondható, akkor a virágra ez szintén igaz lehet. 12 zódiákus jegy elevenedett meg az Interflora virágkötője által oly módon, hogy a művek 3 napon át pompáztak a látogatók kedvére. A több száz kilogramot kitevő, több ezer színben játszó virágokból majd egy nap alatt készültek el az alkotások, s elmondhatatlan illatfelhőbe burkolták a tatai vár ódonfalait. A látvány mellett ezen a kiállításon ki megtekinthette önmaga jegyét, s talán még azt is megtudhatta, milyen is valójában személyisége virágnyelven szólva. Emlékezetem nem csal, akkor halálosan pontosan egy évvel ezelőtt találkoztunk ugyanitt, a tatai vár udvarán. Ez a virágfesztivál tulajdonképpen nekünk a korábbi tatai Dixieland fesztiválok folytatását jelenti. Kerekes László a művelési központ és az egész műveléssel foglalkozó városi gárda évekig, hosszú évekig ugye a Dixieland fesztivált látta vendégül, és amikor egybeesően megindult ez a virágfesztivál, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt indult, ugye, volt az első, akkor a Benko Dixieland fesztiválja átment a virágfesztiválba, és itt van Dixieland koncert. Egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hogy kivonult a dolog a műfázból ide a várudvarra. Nagyon szép környezetnek tartom, gondozott környezetnek, látom és tartom az egészet, és úgy érzem, hogy valójában szép tömegek mozdulnak is meg. És hogy Tatának szüksége van eseményre, az biztos, mert nem lehet, hogy egyszerűen bezárjuk a kapukat, és semmi nem történik. Akkor most bontsuk szét a Vízzene Virág mozaik címét. Ha azt mondom, víz, mi jut az eszedbe? Hát a tatai tó, amelyik az én gyerekkorom egy ragyogó nagy mély árokkal rendelkezett, kristálytiszta vízzel rendelkezett, egy fogalom volt a tatai árokba lemerülni, buvárkodni. Jelenti az, hogy ezelőtt 10 éve lejöttem, és nyákokban úszott egy posvány, ami egy gusztustalan kis pocsolya volt, és jelenti azt, hogy most végig sétáltam a tó partján, és mintha megint életre kelne a tó. Nem tudom, nem vagyok én biológus, hogy ezt megállapítsam, de a külső jelek mintha azt mutatnák, hogy ez a víz egész lassan kezd életre kelni, és én úgy érzem, Tatának a lelke ez a tó. Vegyük másodiknak a virágot, ha azt mondom virág. Hát egy gyönyörű vörös rózsaszál jut az eszembe, és jelenti azt, hogy egy hosszon tartó tervekkel rendelkező művészeti gárda, a virágkötők éppen fönn dolgozgattak, amikor megérkeztem, ragyogó kompozíciókat készítettek, és ők már úgy beszélnek róla, hogy Tata az a virágfesztivál, hát adja is, hogy így legyen. A zene számomra talán minden. Saunders Ragtime Band. Come on here, come on here. It's the best band in the land. They can play Bacco like I've never heard before. So natural that you want to go to war. That's just the best band in the land. Honey love, come on along, come on along. Let me take her by the hand. To the man, to the man. To the little of the band. And if you care to hear the Swanee River play in ragtime, come on and hear, come on and hear Alexander's ragtime band. Mm-hmm.
fesztivál hangulata napról napra emelkedett, azaz nem mindennapi volt, ám akadtak olyanok is, akiknek még ennél is nagyobb örömet okozott. Azért azt hiszem, hogy ezt nevezik boldogságnak. Igen, nagyon boldog vagyok. Hol a vőlegény? Ott vár, kint a parton. Integetett neki? Még nem sikerült. Hadd kérdezze meg a nevüket. Matesi Csanna Mária és Latorcai Zsolt. Melyikőjüknek jutott eszébe ez a csodálatos, páratlan esküvő? Én szerettem volna, hogyha ilyen lesz az esküvőm, de nem gondoltam, hogy tényleg ilyen lesz. Gondolta valaha, hogy a mennyasszonya ilyen fantasztikus úton érkezik önhöz? Hát erre nem számítottam, ez meglepett szerintem mindenkit. Hová viszi az ifjú férje a mennyasszonyt Nászútra? Olaszországba megyünk, Jeszolóba. Sok boldogságot. Köszönjük szépen. És az ifjú pár, valamint az esküvői menet az Esterházy kastély előtti hajókikötőből a vár virágpompába öltöztetett alsó teraszára tartott, ahol kimondatott a boldogító igen. Hogy mit jelent a gyermekek számára a víz, zene, virág? Külön-külön és együtt is gyönyörűséget. A válasz leginkább egy gyermekvers adja, amely körülbelül így szól. Amikor zenét hallgatok, úgy borzongok, mintha meleg vízbe mártóznék. Jó lenne a fürdőkádat színültig tölteni zenével, és elmerülni benne. Szerencsére a városunk bővelkedik vizekben, s ha elmerülni sajnos még nem is lehet benne, azért nagyszerű dolgokra csábít. Te mióta vitorlázol? Pár hónapja, amióta megismertem barátomat, és régebben én is kajakoztam, és az miatt nagyon szeretem én is a vizet. Mennyivel másabb ez? Kell ezen dolgozni? Mert a kajak az egy elég munkás sportág. Ezen is kell, és főleg az, hogy a borulások, ezzel is eléggé hamar lehet borulni. Nagyon jó barátok vannak itt, és összehozza az embereket a vitorlázás. Láttam, hogy együtt ültek a csónakban. Mióta szokják a gyerekek a vitorlást? Tavaly kezdték. Tavaly vettünk hajót, és akkor ültek először. Mitől szép ez a sport ön szerint? Természet közelsége és a természet erőinek tulajdonképpen a megismerése, azzal való ismerkedés. A természet s azon belül is a virág a három nap legfőbb vonzereje volt. A virágkötő művészek keze által megkomponált növényritkaságok épp úgy magukban hordozták az értéket, mint a szépséget. Mi inspirálja a virágkötőt arra, hogy egy megálmodott kompozíciót úgy öltsön formába, ahogy az a lehető legszebb? Hát először is hát a forma, a szín, a harmónia, még először is megvan adva az adott tér, hogy mit kell egyáltalán csinálnunk, mert itt meg volt adva először azt, hogy kellett csinálnunk egy csokrot, akkor utána egy tálat, és utána pedig egy vázát. Na most a negyedik kompozícióként egy adott térbe kell az egészet elhelyeznünk. Az asztal szélén található csodálatosan szép váza csak nem bele lesz komponálva a virágok közé? Nem lesz bele komponálva. Tavaly nyertem ezt a virágkupát az összesített pontszámok alapján, és az idén hát nem tudom,
hogy sikerül-e megnyernem, hanem akkor ezt valaki más fogja megkapni. A váza formájához alakítom ki a virágokat is, és úgy, hogy ez egy öblös váza, ez egy kicsikét karcsus, és a nyakánál egy picit öblösebb, és hát inkább karcsú formát választok hozzá. Vannak olyan virágok, amelyek idézőjelbe téve ütik egymást, tehát mondjuk a rózsa mellé van, amit nem szabad tenni? Igen, vannak. Hát a rózsa egy uralkodó virág, és hozzá passzolót lehet alkalmazni. Van-e valamiféle kontaktus a virág és a virágkötő között? Igen, van. Hangulatába is, meg érzékileg is. Mit mond a virág, beszélnek? Hát beszélnek végül is, hát az érzelmeket fejezik ki egy bizonyos fokig. Mondja, kedves virágkötő művész úr, először is hány éves? 18 múltam március 29-én. És hogy jut eszébe egy fiatal embernek virágkötővé válnia? Hát édesapámnak virágüzlete van, és ő ezt sokat voltam ott, és ezt szeretném csinálni, mert megtetszett. Sokat tartózkodok a virágüzletbe, és ott azért szeretem a virágokat. Mit jelent a te számodra a virág? Virág? Hát szerintem ebben lehet legjobban kifejezni az érzéseket. Ha lehet a kompozíciónak címet adni, akkor ennek most mi a címe? Az elképzelésünk az volt, hogy a természetet adjuk vissza egy picit, tehát elmegyünk kirándulni, gyűjtünk és kötünk magunknak olyan csodákat, amiket megálmodtunk. A virág az csoda és a virág kötésze? Egy bizonyos szinten már csoda, és az a fontos, hogy az ember ezt érezze, hogy amit készít, az nem csak önmagának tetszik, hanem mindenkinek. És ez a fontos, hogy olyat alkossunk, ami másoknak is örömet okoz. Nagyon fontos, hogy aki kapja, az ugyanolyan örömet érezzen, mint az, aki alkotta. Vízkék, blendem érte valóság, a fonalak szőtte álmok, a bőr simította vágyak, s az ecsetek és tollak rajzolta képek. Képek, töredékei az egésznek, részei a tájnak, rezenései az alkotó fantáziának. Beszélnek, gondolkodtatnak, elrepítenek, vagy csak egyszerűen szépek. Szépek, mert érdek nélkül tetszenek. Tetszenek, mert közeliek, mert jó leső a rácsodálkozás, ismerem az alkotókat, hisz megyebéliek. És talán így teljes a kép. Szobrok, bútorok, művészi alkotások, vagy egyszerűen a fasirálmai? Hát mindegyütt tulajdonképpen, ez úgy beletrafált egy kicsit, mert itt az erdei álmok ugyanúgy megszületnek, mint az igazi szobor elképzelések. Tehát az emberi és az erdei álmok együtt találkoznak. Így mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy
megkérdezik sokszor, hogy hát ezek így teremnek tulajdonképpen. Na most ez a célom, hogy minél több megmaradjon az eredeti formájából, a természet alkotta eredeti formából. És azt hiszem ettől van az, hogy egy kicsit népszerű is a dolog, talán nem is kicsit. És tényleg olyan természethű marad a forma maga, mint az anyag. Az anyagot nem is lehet változtatni, mert a fa az egy csodálatos anyag és kimeríthetetlen lehetőség. De az, hogy így az eredeti formából, amit lehet, megpróbálok megmenteni a magam álmaival együtt, tehát azért ez nem azt jelenti, hogy én nem teszem hozzá magamért, hogy nincs alkotói folyamat. Azt hiszem, így együtt érdekes a dolog, én legalábbis így képzelem. A szerszámaid mennyire speciálisak, mennyire készhez idomulóak, vagy egyáltalán valami más szakmából vetted át őket? Hát azt hiszem nem lehet. Ez az a műfaj, ha lehet így nevezni, amit én csinálok, ami önmagában is egyedi, és a hozzá szükséges eszközök is egyediek kell, hogy legyenek. Tehát minden vésőm, minden szerszámom, kézi szerszámom az egyedi. Tehát úgy kell csináltatni. Többségét én tervezem meg. Csak azzal a faanyaggal tudsz dolgozni, amit végül is a természet megalkotott. Akkor ebből adódik, hogy nyilván, hogy vársz valamire, valami csodaszép fára, ami megadatott már a természetben valamikor is rád vár. Hát borzasztó módon leegyszerűsítve a folyamat úgy néz ki, hogy meg kell találni, valóban meg kell találni azt a formát, amiből esetleg továbbfejlesztve, legalábbis hitem szerint továbbfejlesztve valamit én produkálok. Másodszorban ki kell találni, és harmadszorban meg kell csinálni. Egyik sem egy könnyű dolog. Mert rábukkanni olyan darabokra azért a sok szép természetalkotó formák között is van azt szoktam mondani, hogy a szuperek közt az extra. Szóval én nagyon szeretem a csomós, a görbe, a közönséges halandó számára ortopéd formának tűnő alakulatokat, mert azok a csodálatosak. Volt egy bírálom, aki azt mondta, hogy ezek olyan rondák, hogy gyönyörűek. A három nap alatt Tata városa tagadhatatlanul Komárom-Esztergom megye kulturális fellegvára volt, s aki bírta még a harmadik napon is, azt újra várta a várudvar, a pezsgő élet, a vásári forgatag, s mindezek mellett még mindig akadt program bőven. Mazsorettek. Szépek, fiatalok, mosolygósak. S arra találták ki őket valamikor Franciaországban, mesélte Geisné Gogolák Éva, az oroszlányi csoport művészeti vezetője, hogy a felvonulásokat, a nagy népünnepélyeket még mozgalmasabbá, látványosabbá tegyék. Minden szabad a koreográfiában, ami a nézőkkel való harmonikus kapcsolattartást segíti. Nem kötik gúzsba a művészeti vezetőt szigorú szabályok. A ruha olyan és addig ér, amit a jó ízlés és a tánclépés még elbír. Számtalan rendezvény közül a Vízzene Virág Fesztivál egyik csúcspontja az utcabál volt. A művelődési ház előtti téren több ezer ember mulatott a Memory Band zenéjére, szombatról vasárnapra virradólag egészen hajnali 3-ig. You got me rockin' in the roarin', rockin' in the rhythm, ba-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 
Segíteni! Fine, Peggy Sue, sorry, Peggy Sue.
bye, Peggy Sue, bye, look at what you do, bye, 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 bye. Az igazi fesztivál hangulatot azonban az Interflora Nemzetközi Virágküldő Szolgálat virágkötőinek köszönhetjük, s természetesen a szervezőknek, akik Tatára hívták őket. A színpadon karneváli kavalkád élet a magyar és holland művészek kezenyomán. Fűszer és szobanövények, gyümölcsök, mezei csokrok és egzotikus virágfüzérek öltöztették királyi pompába a vállalkozó kedvű manökeneket. Se van para las villas en son de rumba, señores. Y los que no salen se quedan con sus parejas, vacilando en la bodega o jugando al dominó. Dándose un traguito, se quedan en las esquinas y hablando con la vecina, la pensan de lo mejor. Llegaron los bombos en verano y todos quieren salir a vacilar. En la calle y en la esquina ya se están volviendo locos, porque ellos quieren bailar salsa con coco. Este ritmo que se pega en tu cuerpo poco a poco, y este verano será salsa con coco. Ese ritmo que me mete loco, salsa con coco. Ay, qué brujería. Con piña ni con melones, porque yo de esta fruta conozco poco. No me traiga compañía en este verano. Tata egy áldott és kedves hely. Azért van szükség arra, hogy fesztivált szervezzünk, hogy sok ezren jöjjenek el hozzánk, és igazolják, hogy ide érdemes eljönni vendégként, napokat eltölteni, jól érezni magát az embernek. Fájó szívvel ezennel jelentem, hogy a víz, a zene és a virág ünnepe véget ért. Remélem, jövőre újra találkozunk. Viszontlátásra! Azt hiszem, hogy ennél nagyobb inspiráló erő nem is lehetne az idei esztendő Víz Zene Virág Fesztiváljára. Természetesen a fesztivál részletes programjáról közlünk majd még információkat, terveink szerint nem is egyszer. Szeretnék még legalább kétszer a
fesztiválról szót ejteni, és mindig részletesen elmondani, hogy mi mindenben várják Tataváros polgárainak segítségét és aktív közreműködését. Nos, a kellemes percek után következnek kevésbé kellemes percek, mert hogy rendőrségi híreink lesznek az elkövetkezendőkben, utána reklám, és azt követi majd a sport összefoglaló. Jó estét kívánok! Az előző adásban elhangzott bűncselekményekkel kapcsolatos bejelentéseiket köszönjük. Kérem, hívjanak, ha bármikor segíteni tudnak, vagy ha segítségünkre szükségük van. Sajnos az előző hét is bővelkedett bűncselekményekben. Január 10-e és 15-e közötti időben ismeretlen tettes a Tata Szomódi út 4 szám alatt lévő Mirálta Kft. Műhelyszekrényeből eltulajdonított egy darab 220 amperos hegesztőgépet és egy darab sarokköszörűt. A keletkezett lopási kár 207.875 forint. Kérjük a lakosság segítségét a tekintetben, ha valakinek ilyen gépeket ajánlottak volna fel eladásra, értesítse kapitányságunkat. Január 18-án Kocs Bánk úti dűlőben ismeretlen tettesek ajtóbetörés módszerével 10 hétvégi házba hatoltak be, és eltulajdonítottak több kempinggázpalackot, étkészletet, rakétatípusú porszívót, faliórát és nagyobb mennyiségű bort, szeszes italt. A lopási kár 48.500 forint, a rongálási kár 16.000 forint. Aki az említett napon a fent nevezett helyen ismeretlen, gyanús személyeket vagy gépkocsit látott, kérjük, hívja fel a 381-777 vagy a 07-es telefonszámot. Egy közelő településen emlékezetessé tette két lányunokája számára a szilvesztert a Pilisi S. András 57 éves nagypapa. Összejött a család, szorgalmasan ittak a felnőttek, majd az élettárs, a nagypapa és a két kislány, akik 9 és 11 évesek, egy szobában nyugovóra tértek. A kisebbi kislány arra ébredt, hogy a mesztelen nagypapa fajtalankodni akar vele. Tiltakozott, mire S. András úgy tett, mint aki csak szükségét végezni indult. Később a másik kislány zaklatta, ám erre felébredt az élettársa. Az ügyben kiderült, hogy a gyanúsított nagykorúvá lett saját lányaival is fajtalankodott annak idején. Tette 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. S. Andrást a Tatai Városi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. 1996. január 19-én a kiskorú F. Katalin barátaival jókedvűen nevetgélve mentek hazafelé a moziból. F. Olga Neszmélyi lakos nem tetszését nyilvánítva ráuszította a kutyáját a gyerekekre, akik bemenekültek Katalinék udvarába. A későbbiek folyamán F. Olga a gyerekek után eredt a kutyájával. Megmentésükre érkezett az unokatestvér F. Péter, akinek kezét a ráuszított kutya megharapta. Kapitányságunk garázdaság védsége miatt indított eljárást F. Olga ellen. 1996. január 20-án S. Marian 9 hónapos kismamát saját lakásán K. Gábor arra kényszerítette, hogy akarata ellenére többször közösüljön és fajtalankodjon vele. A gyors rendőri intézkedés következtében az elkövetőt kollégáink elfogták. Hatóságunk a büntető eljárást K. Gábor előzetes letartóztatása mellett folytatja tovább. Egyébként ezért a bűncselekményért, mivel visszaeső, bíróság 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztésre ítélheti. A Tatai Rendőrkapitányság kéri, hogy a balesetek elkerülése érdekében figyelmesebben, körültekintőbben és udvariasabban közlekedjenek. A járművezetők tekintettel az időjárásra, a megváltozott út és látási viszonyokra kapcsolják be világításukat nappali időszakban is. Kijelölt gyalogos átkelőhelynél lassítása is segítsék elő a gyalogosok biztonságos áthaladását. Ugyanakkor felhívjuk a gyalogosok figyelmét, hogy mielőtt az útestre lépnek, győződjenek meg az áthaladás veszélytelenségéről. A Tatai Rendőrkapitányság nevében balesetmentes közlekedést kívánunk. Szükség esetén hívják a 381-777 vagy a 07-es telefonszámot. Segítségüket előre is köszönjük. Jó estét kívánok! Múlt évi sportösszefoglalón folytatása azonos elv alapján épül fel, mint az előző. Tehát sport 95. második rész. Hagyományosan júliusban rendezik az olaszországi Terámóban a serdülő kézilabda csapatok nemzetközi tornáját. Városunk képviseletében immár negyedszer szerepeltek a szárnyalósasok fiai és lányai. A lányok az előző években sikeresen vettek részt a versenyen. Idén, mintha megtört volna a lendület, nem sikerült a döntőbe jutás.
A fiúk nehéz csapatküzdelmek után Nigéria csapatával kerültek szembe a döntőben. A nagyobb fizikai erő és a tudás előtt végül meg kellett hajolniuk. A vége így is szép volt. Terámó főterén több ezer néző előtt vehették át a második helyezettnek járó kupát. Sikerült tovább öregbíteni a tatai kézilabda utánpótlás jó hírét. A TAC férfi kézisei az év folyamán egyesültek a Tatabánya és Sportklub kézilabdázóival. Tatabánya, Tata kézilabda klub néven. A felnőttek Tatabányán, míg az ifjúságiak Tatán játszották bajnoki meccseiket. A bajnokság előtt a csapat új edzőjét, Maráz Lászlót kérdeztük. A ifjúsági korosztálynak kedvezett, azt hiszem, ez a fúzió elsősorban. Gyakorlatilag ezt is célozta a két város erejének összerakása. Tudnilik Tatabányán is, és Tatán is nagyon jó képességű és nagyon tehetséges gyerekek vannak ebben a korban, és számukra a versenyeztetési lehetőség itt a legjobban adott, tehát az NB1-es ifjúsági bajnokságban való részvétel. Fiaink folytatták jó szereplésüket az év végén az edzőtáborban megrendezett megyei serdülő válogatottak döntőjében. Komárom Esztergom megye fiú válogatottja első helyezést ért el. Sajnos a lányoknak ezúttal nem ment. Hiába voltak látványos gólok, az összkép azt mutatta, idén vannak megyék, ahol előbb járnak a munkában. Negyedikek lettek. A TAC labdarúgó csapata az őszi szezonra alaposan megerősödött. Új játékosokat igazoltak többek között Mesterházi, Miksi, Fekete és Incédi személyében. Voltak olyan meccsek, amikor nagyon jól fociztak a mieink. Mint például a most látható Esztergom elleni mérkőzésen, ahol 2-4-ről 5-4-re fordítottak. Az őszi idényt a középmezőnyben zárták. Van városunkban egy lelkes csapat, Tataváros teniszklubja, amely kitartó munkával, lelkesedéssel viszi előre a helyi teniszügyét. Serdülő cselgáncsozóinknak meghívót hozott a posta. A holland testvérváros Alkmaar invitálta őket egy jó kis versenyre. Hét ország, mintegy 300 serdülő versenyzője között csapatban a harmadikak lettek a mieink. Egyéniben a sok jó helyezés mellett 5 aranyérem is jutott. Az előző évhez hasonlóan idén is a tatai sportcsarnok volt a helyszíne a Nemzeti Egyéni Judo Bajnokságnak. Minden idők legnépesebb bajnoki döntőjének tapsolhatott a nagy érdemű. Jó példája volt ez az összefogásnak is, hisz a rendező egyesület, a TAC, olyan támogatókat talált a városban, akik azt hiszem minden elismerést megérdemelnek. Így adódott, hogy OMS Hungária felnőtt női és Goldfilter felnőtt férfi bajnokságot hirdettek. Edzői gratulációból úgy tűnt, hogy ritka nagy bravúr volt ez a harmadik hely. Igen, annak számított, mert sérülésből épültem fel, több mint fél évet kihagytam a versenyzésből, és ezek után nagyon, nagyon nagy eredménynek számít ez a harmadik hely. Az év végén a TAC rendezte meg a súlyemelő országos csapatbajnokságot. Hogyan szerepeltek súlyemelőink ezen a csapatbajnokságon? Összességében állíthatom, hogy igen jól. A saját teljesítményét egy kivételében mindenki megjavította. Személy szerint Nederman Gábor 220 kg, Vagyoszki Nándor szintén 220 kg teljesített. A Kovács Csaba, aki a csapatunk legjobbja volt, az 280 kg ért el, és a Tóth Gyula 265-öt. Horváth Ferenc pedig 262,5 kilót. A csapatunk összesítésben 1409,95 századpontot ért el, és a B-döntőben ez a hatodik helyhez volt elegendő. Eltház nagyszerű hangulat jellemezte a második TAC Mirelta vívógálát. Olyan neves párbajtörőzők fogadták el a meghívást, mint Fábián László, Kulcsár Krisztián, Kovács Iván és a későbbi győztes Imre Géza. A vívógálát Szalai Györgyi világbajnok kommentálta a közönségnek. A TAC kajakkenu szakosztálya körül nincsenek ügyek, nincs felhajtás.
ők csak dolgoznak csendben a szűkös lehetőségekhez mérten jó eredménnyel. Részt vettünk a Diákolimpián egy kisebb csapattal, utánpótlás csapattal. Ott végül is a középmezőnyben végeztek a gyerekek, az egy tájékozódási verseny volt. A vidékbajnokságon Szegeden, ott a juniorok nyertek négyesbe. Magyar bajnokságon már sajnos nem sikerült ezt az eredményt megismételni, ott negyedik, ötödik és hatodik helyezést értek el, szintén négyesbe. A utánpótláskorú gyerekek pedig a vidékbajnokságon ötödik, hetedik helyezést értek el. Pálházi Ferenc vezetőedző még elmondta, a Pannon utánpótlás kajakkupán a szakosztály harmadik helyezést ért el. És eljött augusztus első szombatja, amikor az ország és a környező országok amatőr és profi futói zarándokolnak el hozzánk. A minimaraton hazánk második legnépesebb futóversenyének számít, de hangulata és nehézsége miatt a szakmában is rangot jelent elindulni rajta. Tavaly a minimaratonok történetében először tatai futót köszönthettünk a dobogon. Temesi Ádám a második helyen végzett. A Vasért Lénár tím rendezte a rövidtávú duatlon országos bajnokságot. Visszatért tehát városunkba a sportág, amely a hagyomány szerint 10 évvel ezelőtt Tatáról indult világkörüli útjára. Kovács András 14. lett, a Vasért Lénár tím csapata az 5. helyet szerezte meg. 6-szor indult hosszú útjára a Bécs-Budapest szupermaratoni. Városunk csapatai közül a Vasért Lénár tím futói eddigi legjobb megyei eredményként a 95 csapatból a 10. helyen végeztek az erős nemzetközi mezőnyben. A Mirelta tím a 42., míg a Ligastac a 77. lett. 94-ben adott először otthont városunk a magyarok világjátékának. Az akkori érdektelenséget a szervezők az indulás nehézségeinek tulajdonították. A 95-ös képeket látván már az év kudarcáról beszélhetünk. Az idei versenyre is ezres tömegeket ígértek a szervezők, rendezők, és ennek tudatában érkezett meg és tisztelte meg a rendezvényt Kuncze Gábor belügyminiszter. Aztán kiderült, hogy idén sincs másképp, mint tavaly volt. És a tatai és környékbéli sportolni vágyó örömén túl már csak egyetlen egy pozitívuma maradt a rendezvénynek, nevezetesen az, hogy az Erdélyből érkező közel 50 fős gyerkőc sereg igazán jól érezhette magát. Négy sportág, futás, tenisz, asztali tenisz és labdarúgás volt a választék. Az edzőtábor adott otthont a 12. Magyar Szenior Atlétikai Országos Bajnokságnak. Városunk veteránjai mindig az ország legjobbai közé tartoztak. Egy abszolút magyar bajnok, két korosztályos bajnok és két dobogos került ki a mieink közül. Uravec István, Nagy Szilveszter, Gengelicki László, a Vasért Lénár tím atlétái. Néhány villanás egy távoli földrészről. Az Egyesült Államok beli Buffalo-ban volt a nyáron a veterán atlétikai világbajnokság. Nagy Szilveszter kalapácsvetésben a 14. helyen végzett a 75 induló között. A 23. alkalommal megrendezett Kristálykupa nemzetközi sakversenyen több mint 60 versenyző ült a fekete-fehér táblák mellé. A verseny nyílt volt, tehát a bábut ismerő diáklánytól a nemzetközi nagymesterig mindenki nevezhetett. A legjobb tatai Horváth Csaba volt, 6,5 pontot gyűjtött. Az 1995-ös diákolimpiákon sikeresen szereplő általános és középiskolás sportolók tanáraikkal, edzőikkel együtt teljesítményük elismeréseként emlékplakettet vehettek át a városi sportvezetéstől. A díjazottak között kézilabdázók, tájfutók, cselgáncsozók, atléták, sakkozók, súlyemelők, tornászok voltak. Közgyűléssel kezdtük, közgyűléssel zárjuk 95-ös sportösszefoglalónkat. Decemberben zajlott a 85 éves TAC jubilomi ünnepi közgyűlése. Az évforduló alkalmából magas sport kitüntetéseket nyújtottak át. Ugyancsak jutalmazták a klub legjobban dolgozó tagjait is. A záróképeken a TAC jubilemi közgyűlését láthattuk,
ahol a belügyminiszter által alapított a Magyar Sportért kitüntetés vehetett át Vékony Ferenc. Mikor kezdődött a kapcsolat a sporttal? Hát úgy gondolom, hogy a 6-7 éves koromban. Tehát iskolás koromban már aktívan sportoltam, hisz az iskolai atlétikai csapatba, futballcsapatba folyamatosan részt vettem, általános iskolás koromban, majd középiskolás koromban, egyetemista koromban szintén az egyetemen atletizáltam, futballoztam, és gyakorlatilag 1959-től nem atletizálom, hanem azóta inkább a futballhoz orientálódtam, hisz az első munkahelyemen is a olajfinomítóba, komáromi olajmunkásnál tagja voltam az ottani futballcsapatnak évekig. Mit játszott? Hát eleinte jobb szélsőt játszottam, míg olyan gyors voltam, ami az atlétikából származott, mert ott is általában kitartást igénylő futásokat csináltam, ilyet, hogy 400 méter, 1500 méter, 400 gát, tehát alacsony gát. Ebből kifolyólag eleinte a futballban jobb szélsőt játszottam, majd jobb hátvédet. Mennyit futott százon? Hát olyan 11,3 másodpercet. De inkább távolugrás volt a kedvenc számom, megmondom a 400 gát. 400 gáton például az akkoriban még megrendezett főiskolai bajnokságon harmadik voltam. Kedvenc játékosa volt? Futballba? Persze, én inkább ragaszkodtam azokhoz a intelligensebb és jól művelt futballistákhoz, mondjuk például a Sárosi doktor, vagy a Szusza Ferenc, tehát ezek voltak a kedvenceim, vagy azok, akik általában egyetemre jártak. Hát én 82-be kerültem Tatára, gyakorlatilag az akkori sportvezetés élén az Ek Tiborral használta ki azt a lehetőséget, hogy bekapcsolt engem itt a sportba, hisz azt kell tudni, hogy előzőleg a Komáromi Olajmunkás Sportegyesületnek azt hiszem 10 évig voltam elnöke. Miből meríti az energiát, hogy a gazdasági, a választott és a társadalmi funkcióját egy időben el tudja látni? Hát általában a sportból merítettem, míg még fiatalabb voltam, és volt lehetőségem. Gyakorlatilag a sport nekem pihenés, ha elmegyek egy mérkőzésre, vagy megnézek egy sporteseményt, és ott ki tudok kapcsolódni, mert nem csak a futballt nézem, mert nézem a síversenyeket, vagy a Forma 1-es versenyeket, vagy változatlanul szeretem az atlétikát, tehát minden olyan sportot, ami minket, magyarokat egy kicsit, én nem is tudom hány ország van a világon, de azért mindig az első 10-be, de volt, amikor Helsinki-be, Londonba, az világon a harmadikok voltunk, szóval ez én úgy gondolom egy különleges adottság a magyar embereknek, a magyar népnek ugyanolyan adottság, mint az, hogy 12 Nobel-díjas ember van, aki Magyarországon született, a génjei, azok magyar gének, de ugyanez vonatkozik számomra egy Bartók Bélára, vagy egy Kodály Zoltánra. Szóval ez tulajdonképpen bennünk van. Viszonylag keveset olvasok már most, mert ugye az urbanizáció az a könyvet valahogy félreteszi épp a televízió miatt. Magyarok közül őszintén megmondom, a mostaniak közül Moldova Györgyöt kedvelem, hisz az összes könyveim megvannak, de szeretek dolgozni, szeretem a sportot, szeretek horgászni, más hobbi, a munka a fő hobbi. Nekem egyéni céljaim nincsenek. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen polgáriosodó város, mint Tata, ebben ugyanolyan szerepet kell kapni a sportnak, mint a kultúrának, a munkának, és ez hozzátartozik az élethez. Enélkül ma nem lehet európai szintűn vagy polgári szinten élni, és mindenki az adott területen találja meg a szórakozását, a kikapcsolódást. Van, aki elmegy egy hangversenyre ott, van, aki elmegy egy sportversenyre ott, van, aki meg beül a könyvtárba és elolvas egy könyvet. Szóval ma nem lehet enélkül meglenni és élni.
Nem válogattam soha meg a sportvezetőket, akikkel együtt dolgoztam. Általában a szavahihető és a korrekt sportvezetőkkel. Ugye íratlan szabályok vannak ilyen a sportban, hogyha valamit megbeszélünk vagy megígérünk, akkor azokat beszoktuk tartani. Nem szeretem az előre lejátszott meccseket, az előre meghatározott eredményeket, éppen ezért soha nem voltam ilyenben részes. Minden esetre én magamban úgy értékelem ezt a kitüntetést, mert kaptam már egy-két kitüntetést, voltam kiváló ifjú mérnök, kiváló dolgozó, alkotói díjat kaptam, de azért úgy gondolom, ezt becsülöm a legtöbbre, mert ez nem a fő munkámmal, a fő állásommal összefüggő volt, hogy egy célt el kellett érni. Dolgoztunk a sportba évtizedeken át, és én most jutottam el oda, hogy ezt megkaptam, amit én nagyon nagyra értékelek. Végezetül két idei sporthír, Magyar Köztársasági Kupa felnőtt sergácsversenyen, 60 kg-os súlycsoportban harmadik Madarász Ferenc, ötödik a még ifjúsági korú Szeles Viktor. Ifi országos rangrosor versenyen a budapesti Honvéd rendezésében 60 kg-ban első Szeles Viktor, sikerült a visszatérés a fiatal versenyzőnek, 71 kg-ban harmadik Esősi Ákos. Egy hétvégi programajánlat. Szombaton 10 óra 30 perckor a Tatai Honvéd Atlétikai Klub judó szakosztálya az edzőtáborban felnőtt országos ranglista versenyt rendez. Ennyit már a sportvilágából. A viszontlátásra.